Kutya hideg volt, de ez sem riasztotta vissza a paksiakat a 2022-es év első túrájától. Közel 500-an indultak neki a Délmezőföld tájvédelmi területen található paksi űrgemező 12 kilométeres szakaszának. Néha megálltak egy kis rövid pihenőre a minuszokban, egy kis melegítő italra, elemózsiára. Az ASEM természetjáró szakosztály és a Demeter Egyesület évtizedek óta megrendezi újévi túráját Pakson. Egy rövid túrát tettünk a Szánkódombon keresztül, a Pörösi soron át jutottunk el a Jézus szoborig, és akkor innen a Vadátjáron keresztül megyünk vissza Paksra. Ez körülbelül egy olyan 11-12 kilométeres távot jelentett, vagy jelent a mai napra, de, és hát a folytatás majd ezután szépen téli időszakban két hetente, a tavaszi időszakban hetente szinte lesznek túráink. Az éves túraterv már összeállt, elérhetők a különböző honlapokon, tehát az Egyesület honlapján, a Demeter Egyesület honlapján és a Facebookon is felkerültek, illetve nem sokára elkészül, egy hét múlva várhatóan a szokásos kis füzet, amiben részletesen megjelennek a programok. Mintegy 30 valahány egynapos túra lesz az idén is szokásos módon, illetve lesznek több napos túrák is. Vándorlások, a megszokott vándorlások, a kerékpártúra a nyáron. Tehát van miből válogatni a természetjáróknak. Hát reméljük, a többi túrán is ilyen szép számba leszünk. Az utóbbi időben azért a távolabbi túrákra, tehát amik nem helyben vannak, azért jellemzően kevesebben vagyunk. Egy 20-30 fő szokott ilyenkor összejönni. Előkerültek a pezsgős üvegek és poharak, a sütemények is az utolsó pihenőnél, ahol az új évet együtt köszöntötték a túratársak. 2004 óta vagyok a túra szakosztálynak tagja, és hát az első mondjuk 10 évben szinte nem volt túra, ahol ne vettem volna részt. Nagyon tetszett, nagyon szerettem. Jártunk Erdélybe az úgynevezett eketáborba is, ami egy túratábor. Azt is azt hiszem 11-szer voltam összesen, és hát az nagyon nagy élmény volt. Aztán, hát igazából most már én több mint 10 éve nyugdíjas vagyok, és az idő alatt is elég sokat túráztam, csak most volt 3 olyan év, amikor egyéb családi problémák miatt nem tudtam foglalkozni vele, és most egy kicsit lelassultam. Úgyhogy most ez pont jó egy bemelegítő túrának ez a jelenlegi. Minden évben megszervezik Albiék ezt az új év köszöntő túrát, és rendszerint ugye itt Paks környékén, és olyankor, hát persze, akkor előkerülnek a pezsgők, meg kis sütemény, ez az amaz, hogy mégis legyen egy kis újévi hangulata az egésznek. A paksi természetjárók januári következő túrájukon a Geresdi-dombság Bátaapáti térségébe mennek újabb természeti élményekért.